Oké. Akkor áldás békesség ezen a mai reggelen is. Ez a tábor utolsó napja. Milyen láncra fűztük fel a témát? Miről volt szó? Isten dicséréséről. És hogyan dicsérjük Istent? Énekel. Énekel, és mi mentünk végig? Egész héten mi mentünk végig? A testrészeinken, így van. A testrészeinkkel hogyan tudjuk Isten dicsérni? Melyik testrészünkről volt szó hétfőn? Hétfőn, Janka? A kezünk és a szemünk. Hétfőn? A fülünk és a szemünk. Nem. Hétfőn, a legelső alkalom a Peti. A szemünk. A szemünkről, ugye? Hogy mit látunk, és hogy nem csak azt kell elhinni, amit látunk. Miről volt szó kedden? Kedden, na most mondd. A fülünk és a szánk, ugye, hogy mit hallunk és mit mondunk, és hogyan tudjuk Isten dicsérni. És miről volt szó tegnap? A kezünkről volt szó, így van. Mit tippeltek, miről lesz szó ma? Gábor, vagy Zoli, vagy melyik vagy? A lábunkról lesz szó. Van ehhez nekünk egy zseniális kis énekünk, ami ezt szépen sorra veszi, ezt mondtam, hogy ez a tábor éneke. Jól vigyázz, kicsi szem, míg figyelsz, jó? Ehhez kell a kezünk, mert ezzel mutogatunk. Jól vigyázz, kicsi szem, szintén ebben a táborban tanultunk, az Én Istenem. Most kell, hogy jöjjön. Emlékszünk erre az énekre? Igen, tegnap már nagyon jó. Az a kilences? Igen. Nem mondod, hallod a kilences. Oké, nagyon ügyes vagy. Menj egy ezt. Oké. Neked meg van? Mi csoja, mi törnek tehet. A fény Istenem, erős, hatalmas Isten, mi csoja, mi törnek tehet.
éneket, ez alatt a 4 nap alatt meg is tanultuk. Jó gyorsan tanultok éneket. Van-e kérés? Hogy mit? Na mond. A glóri legyen? Oké. Okay. Ez jó. Na, akkor ahhoz meg a tapsolós kezünkkel, ugye? Van mindenkinek tapsolós kezem? Indul már a vonat, és ehhez kell nekünk tudni, hogy jön én. Vannak itt jó kis fütyős gyerekek? Megvannak itt? Oké. Indul már a vonat, fütyő a mennyben fel, ki van túl, ilyen, ne tenni.
Anni? Mondja, Anka. A méből hozzá szászol. Azt feltétlenül muszáj elénekelni. No és akkor majd ti visszhangoztok nekem, jó? Hát most egyedül maradtam, hogy ti lesztek a hangosabbak, biztos vagyok. Thank you.
nekünk is, ugye? Építsünk házat. Most ez a jött az eső és fújt a szél, ezt megtapasztalhattuk, ugye? Szerda este, ha jött az eső és fújt a szél, és tördelte a fákat, és szétrázott mindent. Szandálban. Szívem csend.
Áldás, békesség, sziasztok! Nagyon király volt ez az éneklés, tök sok új éneket hallottam, ügyesek vagytok nagyon. És most, hogy így elcsendesedtünk ezzel az énekkel, hajtsuk meg a fejünket, és imádságban is csendesedjünk el. Mennyei édesatyánk, hálás a szívünk, hogy elkészítetted ezt a mai alkalmat, amikor együtt lehetünk, és újból az igédről tanulhatunk. Adj nekünk nyitott és figyelmes szívet, hogy meghallhassuk az üzenetedet, amit elkészítettél számunkra. Amen. Mit szoktatok étkezés előtt csinálni? Meg szoktuk mosni a kezünket. És hát hasonlóan volt ez Jézus idejében is. Erről fogok ma beszélni nektek. A tanítványok és Jézus együtt voltak, és a tanítványok már nagyon várták a Páska ünnepet. A Páska vacsora alkalmával megemlékeztek arról, hogy kiszabadultak az egyiptomi rabságból. És az ünnep napja már közeledett, majdnem eljött, és mindannyian egy nagy szobában találkoztak. Ezt a Páska vacsorát is itt ebben a szobában készítették elő, és a tanítványok nagyon boldogak voltak, hogy egy hosszú nap után végre megpihenhetnek és leülhetnek együtt vacsorázni. Izraelben ekkor rendkívül nagy forróság volt, az utak pedig nagyon porosak voltak. Az emberek ilyen nyitott szandálokat vagy sarukat hordtak, és a sok gyaloglástól ez a por nagyon összekoszolta a lábukat. Ha valahová meghívták az embereket vendégségbe, akkor az volt a szokás, hogy a szolga megmosta a vendégek lábát, és a zsidó vendéglátáshoz hozzátartozott az étkezés előtti lábmosás. Ez hasonló a mi kézmosásunkhoz, viszont ennek volt egy ilyen szertartási jellege is. A lábmosás nagyon jóleső érzés volt, hiszen megtisztult a láb az útporától, és fel is frissült ettől a hideg hűs víztől, mert nagyon el is fáradhattak a sok gyaloglástól. Viszont volt egy kis baj. Ott voltak ebben a nagy szobában, és csak Jézus volt ott, meg a tanítványok, és nem volt szolga. Nem volt, aki elvégezze a lábmosást. Hát a tanítványok így is igaz koszos maradt a lábuk, de azért boldogok voltak, hogy végre leülhetnek vacsorázni. Velük ellentétben Jézus egy kicsit viszont szomorú volt. Szomorú volt, mert tudta, hogy nem sokára eljön az a nap, amiért ő eljött ide a földre, és tudta, hogy nem sokára meg fog halni a kereszten azokért, akiket ő nagyon szeret. Azért, hogy ezzel örök életet szerezzen nekik. Ránézett a tanítványokra, sorra nézett mindegyiken, és tudta azt is, hogy hamarosan ő el fog tőlük válni, el fogja őket hagyni itt a földön. Mégis azt szomorította el a legjobban, amikor a tekintete Júdáshoz ért. Júdás volt az a tanítvány, aki később el fogja árulni Jézust. És igaz, a többi tanítvány akkor még egyáltalán nem sejtette, hogy Jézus mit fog, vagy hogy Júdás mit fog tenni, de Jézus már ekkor tudta, hogy Júdás mit tervez, mert Jézus az összes tanítványát és minden embert nagyon jól ismert. Ennek ellenére, hogy tudta Júdás tervét, mégis ugyanolyan nagy szeretettel tekintett Júdásra, mint az összes többi tanítványára, hiszen értük jött a világra. És ahogy énekeltük, hogy Jézus szeret minden kicsi gyereket, ugye így van ez az ének, na hát én azt mondom, hogy nem csak minden kicsi gyereket, hanem minden nagy gyereket, minden kis felnőttet és minden nagy felnőttet is szeret Jézus. És Jézus bennünket is éppen ugyanúgy szeret, ahogyan az ő tanítványait szerette. Minden egyes embert szeret egyen-egyenként, sőt, téged is nagyon szeret. És még tudom fokozni, mert Jézus nem úgy szeret, mint ahogy mi szeretünk. Jézus nem csak akkor szeret minket, hogyha jók vagyunk, hogyha kedvesek vagyunk, hogyha azt csináljuk, ami neki tetszik, hogyha azt veszük neki ajándékba, amit ő akar, hogyha azt főzzük neki, amit ő akar, vagy hogyha azt játsszuk vele, amit ő akar. Az ő feltétel nélküli szeretete még
Júdást is képes volt szeretni, annak ellenére, hogy tudta, hogy Júdás őt el fogja árulni. Szóval Jézus nem csak téged szeret, hanem szereti az összes embert körülötted. Azokat az embereket is szereti, akiket lehet, hogy te nem annyira szeretsz, vagy akiket te nem annyira kedvelsz. Szereti azt az osztálytársadat is, akit te annyira nem bírsz. Jézus őket is szereti, és azt szeretni, hogy mi is ugyanúgy szeressük egymást, ahogyan ő szeret minket. Nem olyan könnyű mindenkit szeretni. Azért sem, mert lehet, hogy éppen most könnyűnek érzed, hogy ezután akkor, ha Jézus ezt mondta, én most már mindenkit szeretni fogok. Viszont valószínűleg most nem ül ott melletted az, aki mindig idegesít, vagy piszkál, vagy bánt téged. Be kell vallani, hogy nem szeretünk mindenkit egyformán. Sőt, van olyan, akit igazából egyáltalán nem is kedvelünk. Jézus mégis ezt kéri tőlünk. És hogyan tudunk mindenkit szeretni? Akkor tudunk mindenkit szeretni, hogyha amikor az érzéseink, a szívünk azt diktálja, hogy mi ezt az embert nem kedveljük, akkor is az eszünkkel, az agyunkkal úgy döntsünk, hogy ne az ő kárára cselekedjünk, hanem mindig a javát keressük, és a javára cselekedjünk. Döntsünk úgy, hogy nem bántjuk a mellettünk élőket, nem ártunk nekik, hanem minden helyzetben a másik ember számára legkedvezőbben cselekszünk. Szóval nem volt szolgáló, aki elvégezze a lábmosást. Nem volt mit tenni, Jézus felállt. Tanítványok elcsodálkoztak, hogy mit csinálsz Jézus, már itt van, végre vacsorázhatunk. Jézus levette a felső ruháját, letette, keresett egy kendőt, magára kötötte, aztán megtöltött egy tálat vízzel. Oda ment az első tanítványhoz, és elkezdte megmosni a lábát. Aztán megtörölte egy kendővel, és folytatta. Ment a következő tanítványhoz. A tanítványok annyira meg voltak döbbenve, hogy nem is tudtak semmit mondani, csak csendben nézték. Csöndben voltak, de közben a gondolataik cikáztak. Nem értették, hogy tehet ilyet Jézus. Jézus nem szolgáló, ő az Úr, neki senki lábát nem kellene megmosnia. Aztán Jézus odaért Péterhez. Péter pedig felugrott, és azt mondta, hogy nem, Uram, az nem lehet, hogy te az én lábamat megmosd. Péter végre kimondta hangosan azt, amit az összes többi tanítvány is gondolt, de csak csöndben nézték, hogy mit csinál Jézus. Megpróbálta megakadályozni, hogy Jézus megmossa a lábát. Hiszen Jézus az Úr, és nem egy szolga, hogy ő mindenki lábát csak úgy megmossa. Jézus viszont nem engedett Péternek, és azt mondta. Péter még nem értett teljesen ez mit jelent, de később meg fogod érteni. Péter viszont tovább akadékoskodott. Nem moshatod meg a lábamat soha, mondta. Jézus erre azt válaszolta, ha nem mosom meg a lábad, akkor nem tartozol hozzám. Ez a válasz megint megdöbbentette Pétert. Uram, ha ez így van, akkor ne csak a lábamat mosd meg, hanem teljesen a kezeimet és a fejemet is, kérte Jézus. Szegény Jézusnak tovább kellett magyarázni, mert Péter még mindig nem értette. Péter, erre nincs szükség, hiszen megfürödtél és tiszta vagy. A lábad az út porától piszkos, ezért kell megmosni. Ezt végre már megértette Péter. Jézus a tanítványait szolgálta azáltal, hogy megmosta a lábaikat. De a legnagyobb szolgálat, amit Jézus tett értünk, az az, hogy meghalt értünk a kereszten azért, hogy mi a bűnből megtisztuljunk. Arról beszélt Péternek Jézus, hogy csak az tartozik hozzá, aki a bűnből megtisztult Jézus szabadító munkája által. Nem kell Péternek teljesen megfürödnie, hiszen csak a lába koszos. És így van ez velünk is. Ha egyszer már Jézushoz tartozunk, és őt, mint megváltónkat elfogadtuk, akkor tisztává lettünk. Viszont nem lettünk hibátlanok, és még mindig követünk el bűnöket.
Az a fontos, hogy ezeket a bűneinket megvalljuk, és a bűneink bocsánatát kérjük, és minden nap, napról napra kapcsolatban legyünk Jézussal. Így végül tehát Péter is engedett Jézusnak, megengedte, hogy megmossa a lábát, Jézus pedig tovább haladt egyik tanítványról a másikra, míg nem elért Júdáshoz. És Jézus tudta, hogy Júdás el fogja őt árulni, mégis megmosta a Júdás lábát is. Mégis ugyanolyan szeretettel szolgálta Júdást, mint az összes többi tanítványt. Amikor mindenki lábát megmosta, levette a kendőjét, és visszavette a felső ruháját. Leült közéjük. A tanítványai még mindig csodálkozva néztek rá, még mindig nem értették, hogy mi történik, ezért Jézus megkérdezte tőlük. Tudjátok, hogy mit tettem? Nyilván a tanítványok tudták, hogy mit tett, hiszen ott voltak és látták, de nem értették. Jézus így folytatta. Ti úrnak és mesternek hívtok engem. Az uratok vagyok, mégis szolgáltam nektek. Ha pedig az Úr szolgál felétek, akkor nektek is így kell szolgálnatok egymást. Szolgáljátok és szeressétek egymást, ahogyan azt tőlem láttátok. A tanítványok bizonyára nagyon sok furcsa dolgot átéltek és tapasztaltak, amíg Jézussal együtt voltak. És ez lehetett az egyik az ilyen sok furcsa dolog közül. Sokáig gondolkodtak ezen, hogy mi történt és miért történt, még akkor is, amikor Jézus már nem volt velük a földön, és az egyik tanítvány, akit Jánosnak hívnak, azt írta az egyik levelében, mi azért szeretünk, mert Jézus előbb szeretett minket. Jézus ezt nem csak nekünk, hanem nem csak a tanítványoknak, hanem nekünk is mondja. Szeretnünk kell egymást, mert Jézus téged és a többi embert is szereti. Habár Jézus a legnagyobb Úr, ő mégis szolgált és szeretett, ezért nekünk is így kell tennünk. Jézus maga kimondja, hogy az ő tette példa a tanítványai számára, és nem csak a tanítványoknak példa, hanem nekünk is, amit követnünk kell szolgálatunk és hívő életünk során. Az a tanítvány, akinek Jézus megmossa a lábát, köteles megmosni a tanítványtársai lábát, azaz magát megalázva szolgálni, és szeretni a körülötte élőknek. Kívánom, hogy mi is így találjuk meg, hogy hogyan tudjuk szolgálni és szeretni a körülöttünk élőket. Imádkozzunk! Köszönjük, Urunk, hogy igéd által ma is tanítasz bennünket. Köszönjük, hogy megváltásunkra elküldted szent fiadat, a Jézus Krisztust, hogy őt megváltónknak elfogadhatjuk. Áldunk azért, hogy az ő áldozatáért ingyen való kegyelmedből eltörlöd és megbocsátod bűneinket. Fogadd el bűnbánatunkat, és adj engedelmes és hálás szívet, hogy egymás terheit hordozva, egymással békességben és szeretetben a te dicsőségedre élhessünk. Amen. És a mai napi aranymondásunk a János első levele 4. fejezetének 19. verséből van. Mi azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket. Mondjuk el együtt közösen. Mi azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket. Szuper, még egyszer. Mi azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket. Jó, és utoljára. Mi azért szeretünk. Remélem megjegyeztétek.